Újra itt vagyunk a Fix Summerrel, vendégünk Tarján Zsófi, a Honey Beast énekesnője, üdvözöllek. Sziasztok, én is üdvözöllek. Már 10 éve vagy a színpadon, hogyha jól tudom. Igen, 10 éve vagyok zenekarokban, az első próbálkozásom az egy death metal zenekar volt. Nem is azt mondom, hogy próbálkozásom, tehát én már akkor is eléggé komolyan vettem ezt, és utána bekerültem a Honey Beast, nem, bocsássak, igen, élőadás, ugye, utána bekerültem a Balkan Fanatic nevű zenekarba, ami egy teljesen más fajta zenekar volt, aztán voltam itt a Táliában, édesanyámmal szerepeltem színdarabba, úgyhogy nagyon sok féle dolgot csináltam. Tehát, hogyha jól értem, vagy, hogy amennyire én tudom, akkor a hörgős műfajtól igazából a Balkán Fanaticon át, a rappelésen át, igen, gyakorlatilag végigmentél a skálán. Hát eléggé, igen. És eléggé hatalmas ívet járt be a karriered, mire ideig eljutott, hogy most már az utcán felismernek. Mik voltak ezen kívül? Volt még valamilyen főbb állomás, vagy gyakorlatilag ezek nagyjából így a főbb pontok? Amit még meg szeretnék említeni, az a Kőbányai Zenei Stúdió volt, ahol én gyakorlatilag megtanultam ennek a szakmának a csínyát, bínyát, de hát ez nem egy zenekar volt, hanem nyilván egy iskola, de nagyon fontos volt az én életemben ahhoz, hogy a Honey Beastbe például be tudjak kerülni, és itt tudjak egy olyan minőséget nyújtani, amit jelenleg nyújtok. Gondolom ez azért fizikailag is, meg mentálisan megterhelő tud lenni, meg azért jár ez az egész zenei ipar hullámvölgyekkel is. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy inkább már valami más csinálnál, feladnád, vagy ilyen nem volt ilyen mélypont? Hát voltak mélypontok, de azt nem tudom, hogy valaha is eszembe jutott az, hogy én ezt feladnám. Emlékszem, hogy amikor a Cenobite-ból, ami a death metal zenekar volt, abból én kiléptem, emlékszem, akkor volt bennem egy ilyen, hogyha jön zenekar, ha nem jön zenekar, akkor nem jön zenekar, és 3 hónapra rá ott volt a Balkán Fanatic. Úgyhogy valahogy az élet mindig elém pakolta ezeket a dolgokat. Egyszerűen nem hagyott letérni az útról, én sose kerestem a zenekarokat, hanem csak jöttek. Akkor a Balkán Fanatic kapcsán született meg az, hogy esetleg csinálhatnánk egy színdarabot, akkor ott kiderült, hogy a tiszta énekhez volna valami szansz, hogy ezt én csináljam, és így kerültem a Kőbányai Zenei Stúdió, ahonnan ez egyik ismerősöm, akit Kővágó Zsoltnak hívnak, megismertette velem a Honey Beast tagjait, és gyakorlatilag szépen kialakult ez a folyamat. Hát és a Honey Beast-tel kapcsolatban meg ugyebár a legnagyobb hősnek még most is dúdoljuk a fő sorait. Ez milyen érzés neked, hogy ennyien ismerik a hangodat, a munkádat, téged így felismernek az utcán, ez milyen érzés? Ez egy nagyon fura érzés, valamikor még el se hiszem, tehát bennem még mindig masszívan él az az állapot, amikor icipici klubokban játszottam nagyon kevés embernek, és szinte fel se tudom fogni, hogy idáig jutott ez a zenekar. Zeneileg hogyan változtál az évek során, mert hát, mint ugyebár beszéltük, eléggé sok stíluselemmel ötvözted már az eddigi zenédet. Megmaradsz örökös lázadónak, vagy már lenyugodtál, megmaradsz ennél a stílusnál, vagy még mennél tovább kicsérletezni? Nem tudom, hogy lesz a jövő. Azt gondolom, hogy a lázadóság az egy született dolog, tehát én mindig egy kicsit kívülálló leszek, mert egész kis gyerekkoromban is kívülálló voltam, amikor azt se tudtam, hogy zenével fogok valaha foglalkozni. Hát szerintem én mindig, hogyha az élet hoz valamilyen bármilyen lehetőséget, én mindig annak a híve leszek, és mindig teljes gőzzel fogom belevetni magamat, ahogy eddig is. Én szoktam mondani, hogy az ember jó szállat követ, hogyha a lehetőségeket az élet adja, és nem úgy kell körömmel kikapirgálni a földből, akkor elég jó szálon néz az élet folyamban. Örülök, hogy ez jön le. Hogyha így visszagondolok a zenekarokra, akkor én is bízom benne, hogy ez így van. És a Honey Beast-tel milyen terveitek vannak még? Fúha! Hát a Honey Beast-tel az a helyzet, hogy áprilistól szeptemberig, úgy összeszámoltam szeptember végéig, hogy kb. Ilyen 60 buli van nyáron. Ez több, mint a hetek száma az évben, ez azért elég is. Nagyon durva. Tehát van olyan hét, ahol például ezen a héten
5 bulit csinálunk. Egy hét alatt. Kb. És ez van 2 nap szünet. Gondolom az idő legnagyobb része az utazással megy el. Az idő legnagyobb része az utazással telik el, igen. És rengeteg járulékos dolog van, ami egy koncertet megelőz, illetve követ, hogy össze kell pakolni, be kell állni. Tehát ez gyakorlatilag egy koncert, ez egy napot. És későbbi tervek a fesztiválokon kívül a Honeybeast-tel? Vannak. Most dolgozunk a zenekar 3. nagylemezén. Most készülnek a dalok. Bencsi Kovács Zoltán, ami dalszerzőnk és szövegírunk. Én úgy szoktam őt hívni, hogy a zenekar lelke. És nagyon büszkék vagyunk rá, mert az idén ő egy Artist Youth díjat kapott, úgyhogy wow. Tényleg nagy büszkeség van a zenekarban. És mi az, amit te még esetleg, van, amit változtatnál a mostani stílusotokban, vagy belecsempésznél, vagy ez mindig az adott pillanatban, az adott dallal derül ki? Nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogyha van egy bármilyen zenekar, az mindig arra reagál, ami éppen körülötte van. De ami éppen körülötte van, hogy az mindig változik, tehát a világ is változik. Úgyhogy biztos, hogy lesznek változások, de nem mi döntjük el, hogy milyen változások legyenek, hanem igazából a világ. Tehát a világra reflektál a Zoli és a dal szövegeiben igazából. Úgyhogy aktuál politikát követek gyakorlatilag zenei fronton. Nem feltétlenül aktuál politikát, inkább arra reflektálunk, hogy mi van az emberek fejében, vagy hogy milyen gondolatok vannak. Nem feltétlenül kellene politikára összpontosulni bármiért. Például ott van a legnagyobb hős, ami párkapcsolatokról szól, egy önként vállalt párkapcsolatról, vagy ott van az egyedül, ami az önként vállalt magányról szól. Tehát, és azt gondolom, nem is annyira aktuál ez, mert már nagyon régóta működik ez a szingli kultúra, úgyhogy csak nagyon sok gondolat van az emberek fejében erről. És apropó szingliség, ez a hatalmas nagy turnéláz, ez mennyire viseli meg nektek a magánéleteteket, ha szabad belekérdeznem? Ha a zenekarnak a nagy átlagát vesszük, akkor mindenkinek, azt mondom, nem mindenkinek, de a nagy átlagban kapcsolatban vannak az emberek a zenekarból, és jó kapcsolatok vannak. Én szingli vagyok, de nekem ott van a kiskutyám. És igen, egyébként ilyenkor a másik kérdés szokott lenni még így ugyebár párkapcsolati részen, hogy a pári ugyebár van az az üzletpolitika ilyenkor, vagy legalábbis a zenész politika, hogy valaki viszi magával a párját, valaki pedig inkább otthon hagyja, hogy mi az, ami nálatok sűrűbb, vagy ez változó? Ez változó. Nagyobb koncertekre szoktak jönni a párok, de kisebb koncertekre nem feltétlenül. Azt meg kell említsem, hogy a zenekarnak 2 magja van. Tehát van egy szegedi mag, meg egy pesti mag. Én és Kővágó Zsolt, a zongoristánk, az pestiek vagyunk, és a többiek pedig Szegeden laknak. És hogyha mondjuk van egy Szeged közeli koncert, akkor a szegedieknek jön a párja. Ha van egy Pest közeli koncert, akkor pedig a pestieknek. Ha van. Nagyszerű. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm, hogy Tarján Zsófia volt itt velünk, a Honeybeast-nek az énekesnője, aki most már 10 éve örvendeztet meg minket csodás hangjával.